Jó estét kívánunk! A hét első hír összefoglalójában köszöntjük Önöket, nézzük kiemelt eseményeinket! Indulnak a vándortáborok, turisztikai egyeztetés Sárospatakon. 75 éve a magyarok temetője lett a Donkanyar, megemlékezés Sátoraljaújhelyen. Show klinika nyílik a kórházban. Abaúj és Zemplén idegenforgalmi fejlesztése a jövőt határozza meg. Hangzott el az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos által szervezett sárospataki találkozón. Révész Máriusz kiemelte, jelentős források szolgálják a minőségi turizmus fejlesztését, a szolgáltatások pedig munkahelyeket teremtenek. Hörcsik Richárd képviselő azt mondta, 50 milliárdos nagyságrendben valósulnak meg idegenforgalmat érintő beruházások a térségben. Van élet mobiltelefon és wifi hálózaton kívül is. Így hívta fel a figyelmet a környezeti értékekre Sárospatakon az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Révész Máriusz turisztikai szolgáltatóknak, a köznevelési intézmények vezetőinek és a helyi diáksport egyesületek képviselőinek tartott előadásában beszélt a térségünkben induló fejlesztésekről, amelyek várhatóan hatással lesznek a természetjárásra, a kerékpáros, a vízi, valamint a lovas turizmusra is. Ezen területekre építve indul hétfőtől a diákság számára a vándortábor internetes oldal. A vándortáborokat azt gyakorlatilag szinte teljes egészében megszervezzük, az útvonalakat, megszervezzük a programoknak egy nagyon jelentős részét, megszervezzük az étkezést. A tanár az bizonyos értelemben összegyűjti azokat a gyerekeket, akikkel szívesen elmenne vándortáborozni, és ezután le kell foglalni egy időpontot, és a költségeket be kell fizetni. Most a költségek szempontjából rendkívül kedvező, a kormányzati támogatásoknak köszönhetően a vándortáborok a költsége az 21 000 forint per hét, ami a szállást, az ellátást, illetve a programok jelentős részét is tartalmaz. Az aktív kikapcsolódás szolgáló turisztikai fejlesztések részeként újul meg és lesz interaktív tér a Megyerhegyi tengerszemen, és kap várhatóan új lendületet a Bodrog folyó és térsége is. Az egyik az egy úgynevezett topos pályázat, aminek köszönhetően Felsőbereckitől gyakorlatilag egészen Tokaig konzorciumi vezetőként építünk ki kikötőket, biztosítjuk a kishajózáshoz szükséges infrastruktúrát, hajókat, próbáljuk meg rendbetenni a Bodrogpartot. Egy másik pályázat, amelyet az Aggteleki Nemzeti Park nyújtott be, ehhez kapcsolódik, és ugye egy hónappal ezelőtt jelentettük be szintén kormánybiztos úrral, hogy Sárospatakon is egy olyan kikötőpont lesz, amely egy teljesen újdonság Magyarországon, ez pedig a nyaralóhajó turizmus. Abba ugye Zemplén jövője nem a nehéz és könnyű ipar fejlesztésében van, ezt felismerte a kormány is, mondta a térség országgyűlési képviselője. Hörcsik Richárd közölte, jelenleg közel 50 milliárd forint értékű idegenforgalomhoz kapcsolódó beruházás kialakítása van folyamatban a régiónkban. A turizmus fejlesztésével a vidékfejlesztési programot lehet elvégezni, vagyis nem a nehézipar és nem a könnyűipar elsősorban, hanem az aktív turizmus fejlesztésével lehet elérni, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Az új munkahely teremtésnek a célja, hogy a minőségi munkahelyeket hozzanak létre. A turisztikai egyeztetésen elhangzott rövidesen több kerékpáros fejlesztés éri el térségünket, bővül a pataki fürdő, fejlesztik a Bodrogot, megépül az újhelyi híd és több történelmi vár rekonstrukciója is folytatódik a következő években. 75 éve, hogy a II. Világháborúban a Donkanyarnál szinte megsemmisítő vereséget szenvedett a II. Magyar Hadsereg. Az elesett, megsebesült, fogságba esett honvédek pontos számát ma sem ismerjük, de az biztos, hogy a harc több mint 100 000 magyar katona életét követelte. Sátoraljaújhelyben a köztemetőnél található Doni emlékműnél emlékeztek meg a hadsereg tagjairól. A köztemető előtti parkban található ifjú Pál Mihály szobrászművész alkotása, az Áldozatok és Hősök emlékműve, a Sátorhegy csoport vonulatát, vulkanikus oronfalat utánzó, természetes sziklatömb belőtt sebesült katona alak fekszik, a háború áldozatainak kiszolgáltatottságát szimbolizálja.
Ez a kiszolgáltatottság volt jellemző azokra a magyar katonákra is, kiket 1943-ban a Donkanyarnál megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül küldtek harcba a rettentő orosz télben a Vörös Hadsereg ellen. A 207 ezres második magyar hadsereg 70%-os vereséget szenvedett, több mint 100 000-en vesztek oda, sérültek meg, vagy estek hadifogságba. Rájuk emlékeztek a Doni katasztrófa 75. évfordulóján, Sátoraljaújhelyben. Kevés olyan család van, akinek a rokonságából ne lett volna annak idején elszenvedője ennek az ütközetnek. Akár úgy, hogy meghalt, vagy fogságba esett, vagy megsebesült. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy milyen okokból, milyen összefüggések miatt és milyen politikai háttérrel indult el az a háború, a második világháború, aminek az eredménye, vagy eredménytelensége többek között a donkanyari magyar vereség lett. És azt, hogy az ország nem tudta megőrizni annyira az önállóságát, hogy ellen tudott volna állni annak a kényszernek, amiben Németország annak idején beleerőltette. Jó és fontos ügy, hogy továbbadják ezeket a sokszor szomorú emlékeket is, de tanulsággal együtt a fiataloknak, és nekem külön jó érzés, hogy az iskolák fontosnak tartják azt, hogy minden egyes megemlékezésen itt januárban, akármilyen is az idő, a gyerekeket elhozzák, és végighallgassák az emlékező beszédet. A Doni hősök tiszteletére idén is lángra lobbant az emléktűz a Hősök emlékművénél, a történelmi egyházak képviselői pedig imát mondtak mindazokért, kik a háború borzalmainak estek áldozatául. Egészségügyi száraz sóklinika nyílik Sátoraljaújhelyen az Erzsébet kórházban. Ez a magyar fejlesztésű minősített berendezéssel végzett kezelés az alsó és felső légúti megbetegedések hatékony kiegészítő terápiája lehet. Az újhelyi sószoba az országban a 15. olyan hely, amely a kórházban ápolt betegek számára ingyenesen nyújtja ezt a lehetőséget. Új terápiás készülék üzemeltetéséről tartottak szakmai napot az Erzsébet kórházban. Az intézmény alaksorában kialakított sóklinika az alsó és felső légúti megbetegedések hatékony kiegészítő kezelése lesz. Az Indizó egészségügyi száraz sóterápiát egy magyar fejlesztésű minősített berendezéssel végzik, és a szakemberek szerint ez a só inhalációs megoldás a legjobb eredményeket hozza az orvoslásban. A gyermekosztály munkatársai a napokban tanulták meg a gép kezelését, az osztályukon fekvő kisbetegek a jövőben kúraszerűen látogatják majd a helyiséget, de a tervek szerint felnőttek és beutalóval a járó betegellátottaknak is megnyílik majd a sóklinika. Ez a fajta kezelés csak 90 kilométerre innen Miskolcon volt elérhető, innentől kezdve lehetővé tettük azt, hogy kis és nagy pácienseink számára is itt erre biztosítsuk a körülményeket. Az országban 15 helyen telepítettek már le hasonló készüléket. A szakmai találkozón dr. Barkai László gyermektüdőgyógyász professzor tartott előadást a szakorvosoknak, szakdolgozóknak, és elmondta, hogy bár sokféle sóterápia létezik, ennek a berendezésnek az előnye, hogy tiszta, egészen apró szemcsében juttatja a sót a levegőbe. Kiváló hozzáadott értéket biztosít a gyógyszeres kezelés mellett, tehát nyilván a krónikus légúti betegek esetében a már megszokott terápia, gyógyszeres terápia mellett kiegészítő kezelésként javasoljuk, illetve megelőzés szempontjából, de felső légúti hurutos megbetegedések esetében is jól alkalmazható. A terápia igénybevételéhez előzetes bejelentkezése és orvosi vizsgálatra lesz majd szükség. A kórház, a terápia és az északi pavilon alaksorában kialakított szoba bevezetéseként 2017. január 27-én délelőtt 10-től 16 óráig nyílt napot tart. Szent Péter és Pál apostolokról nevezett Kácsi címzetes apáttá nevezte ki dr. Ternyák Csaba egri érsek Bereckei Miklós plébánost. A sárospataki egyházközségben tevékenykedő Miklós atya ezt nem csak személyes elismerésnek tekinti, hanem véleménye szerint ez az itt tevékenykedő katolikus közösségnek is szól.
3 éve teljesít papi szolgálatot Sárospatakon Bereckei Miklós plébános. Azóta fiatalos lelkesedése és lelkülete számos területen mozgatta már meg a katolikus híveket, korosztálytól függetlenül. Most Miklós atya egy olyan kinevezést kapott az Egri Főegyházmegye érsekétől, dr. Ternyák Csabától, amelynek története évszázados múltra tekint vissza. Ez a magyar egyházi jogrendnek egy specialitása. A török időben elenyészett kolostorok, apátságok, monostorok előjárói címeit abban az időben a király adományozta világi papok számára. Későbbiek folyamán 1934-ben 11. Pius pápa ezt a jogot a megyés püspökre ruházta át. A területén, egyházmegyéje területén annak idején működő szerzetes közösségek előjárói címét adományozza. Ezek úgymond mégsem valóságos címek, hiszen nem egy kolostor vagy közösség, szerzetes közösség élén történik itt a kinevezés, hanem úgy gondolom mindenek fölött egy lelki adományozás ez. Bár a kinevezésről szóló érseki levélben az is olvasható, hogy ez a paptársak elismerését is tükrözi, Miklós atya szerint ez nem csak neki szól, hanem a sárospataki közösségnek is, még akkor is, ha neki ebben, mint plébánosnak, vezető szerepe van. Amint annak idején egy szerzetes közösség élén az apátnak, vagy a préposnak, az előjárónak a feladata volt az, hogy valóban élen járjon a szerzetes közösség életén, az ő életüket Isten közelébe segítse, a szerzetes életbe elmélyítse. Ami hasonló küldetést jelent ez a címet viselő számára is. Úgy gondolom ez felém is egy ilyen jelzés érsekor részéről. Amikor ez az elismerés megérkezett, akkor bennem úgy mindig az érlelődött, vagy azt fogalmazódott meg, hogy ezt mindig egy közösség kapja a papjával együtt. És itt visszagondolok az előző állomás helyeimre, és jelenleg itt a Sárospataki Egyház hívő közösségére, hiszen együtt kell járnunk az úton. Természetesen a papnak, mint előjárónak van egy ilyen küldetése, hogy Krisztust jelen valóvá tenni, őt hirdetni, az evangéliumát továbbadni, és vezetni, támogatni a közösség tagjait Krisztus útján. Jövő héten ima hét lesz, amelyre szeretettel várják a híveket, tette hozzá a plébános, mert hogy ez is egy olyan alkalom, ami már a közösségi élet szervezését, gondozását jelenti. Egy sátoraljaújhelyi építőipari vállalkozás nagyértékű iskolai szemléltető eszközöket adományozott az Árpádházi Szent Margit Általános Iskolának. Az elsősorban természettudományos ismeretekhez használható oktatási segédanyagokból minden korosztálynak és minden osztálynak jut majd. Könnyebb úgy tanulni a biológiát, ha nem csak elképzeljük, de látjuk is magunk előtt az emberi szívet, és az sem árt, a feszültségmérésre is van lehetőségünk fizika órán. A taneszköz kínálatban ma már akárcsak más piaci területen minden elérhető, de nem mindegy milyen áron. Ez utóbbi problémára nyújtott segítséget egy helyi építőipari magánvállalkozás, aki több doboznyi szemléltető eszközt vásárolt a sátoraljaújhelyi Árpádházi Szent Margit Általános Iskolának. Szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy a jövő generációját is támogassuk, hiszen mi is egy családi vállalkozás vagyunk, és tudjuk azt, hogy ugye generációra adjuk át egymásnak úgymond a tudást, és visszük tovább a cégünk életét, és tudjuk azt is, hogy akárhogyha már igen az építőiparról beszélünk, oda is kellenek a szakemberek, kell az utánpótlás. Úgy gondoltuk, hogy az iskoláknak, hogyha ilyen interaktív eszközöket tudunk adni, ezekkel is kicsit emberközelebbé tudjuk tenni a gyerekek számára a tanulást. Hasznos, ha biológia órán van szemléltető anyag, az emberek állatok anatómiáját is könnyebb megtanulni modelleken keresztül, a felajánlásnak köszönhetően pedig minden osztályba jut a kémiai, fizikai és biológiai kellékekből. Ez csak egy része annak, amit kaptunk. Minden terembe fog jutni. A terveink szerint üveges szekrényeket fogunk csináltatni, és eleve kirakjuk a gyerekek közé, hogy a mindennapokban is lássák, és könnyebben elő tudják venni az órai használathoz.
Az iskolában több természettudományi fakultáció és szakkör is működik, ahogyan máshol itt is igyekeznek minden interaktívabban tanítani a gyerekeket, ehhez pedig ezek az eszközök nagy segítséget jelentenek, tette hozzá az igazgató. Hulladék jó úton címmel rendeztek programsorozatot a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A Bodrog Egyesület vetítéssel, társasjátékkal igyekezett felhívni a fiatalok figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére. Tapasztalatuk az, hogy bár a gyerekek tisztában vannak ennek fontosságával, a napi gyakorlatban ezt korán sem épül be minden család rutinjába. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában szelektíven gyűjthetik a fiatalok a hulladékot. A Bodrog Egyesület azt szeretné elérni, hogy ez ne csak itt az iskolában legyen így, hanem amikor a tanulók hazamennek, ott is lehetőség szerint gyakorolják ezt a környezetkímélő módszert. Hogy hogyan tehetik ezt egyszerűen, erre oktatták ma őket játékos formában. A Bodrog Egyesület a Zöld Körrel közösen Hulladék jó úton címmel kampány keretében általános iskolásokhoz, valamint Hajdúböszörményben óvodásokhoz is jár ki ilyen foglalkozásokat tartani, amely segítségével a fiatalok szemléletét próbáljuk formálni a szeméttel kapcsolatosan, hogy igazából újra lehet hasznosítani, és hogy ne tovább halmozódjon az a sok hulladék, hanem igyekezünk újrahasznosítani, és ezáltal a környezetünket is óvni. Hát alapvetően a környezeti nevelésnek egy csodálatos szintere, amikor szakmabeliek jönnek el, és mutatják meg a gyerekeknek játékos, projektjellegű módon, hogy mi az értelme, jelentősége és szükségszerűsége a hulladék gazdálkodásnak. Másrészt pedig a tanórán kívüli foglalkozásoknak hihetetlen nagy ereje van. Mondhatnánk ezt rendhagyó, akár természetismeret, környezetismeret órának, illetve a tanulói együttműködésnek is egy nagyon jó lehetősége, és ami élményt, tapasztalást, örömet okoz, az nagyon hatékonyan épül be a gyerek tudatába. A szakemberek tapasztalata az, hogy a gyerekek sok mindennel tisztában vannak, tájékozottak a szelektív hulladékgyűjtés ügyében. A felsősök számára PPT előadásokat mutatunk be különböző kisfilmekkel, az alsósoknak pedig szelektiviti társas játékot hozunk, és játékos formában igyekszünk nekik segíteni ebben a szemléletformálásban. A Bodrog Egyesület tagjai azt szeretnék, ha otthon a gyerekek kezdeményezésére is szokássá válna a hulladék szelektív gyűjtése. És végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Indulnak a vándortáborok turisztikai egyeztetés Sárospatakon. 75 éve a magyarok temetője lett a Donkanyar, megemlékezés Sátoraljaújhelyen. Show klinika nyílik a kórházban. Köszönjük ma esti megtisztelő figyelmüket! Híreinket újra megnézhetik az MTN TV weboldalán, ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk közösségi oldalunkra. Viszontlátásra!